Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Külön témával abszolút nem készültem most nektek. Ma várba kell mennem, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet arra fele, milyen a forgalom arra. De most kezdjük is ezzel a kereszteződéssel, ez egy elég veszélyes kereszteződés. Aki onnan jön, abból az irányból, vagy a másik irányból akar becsatlakozni, az annak eddig baromi nehéz dolga volt. De most építettek itt lámpát, ami ugyan még nem működik. Ja. De hamarosan beröffentik, ja, meg gyalogosan itt átjönni. Puh. Katasztrófa. Katasztrófa. De hogy mik voltak velem mostanában? Hát ugye el vagyok tűnve egy kicsit, mondjuk mire ezt a videót látjátok, addigra egy csattanó már szinte biztosan felkerült, és amikor ezt látjátok, akkor én éppen vidéken vagyok. Ugye mondtam nektek, hogy azon a fesztiválon melózok, és most ezért is volt ez a, vagy ezért is van ez a nagy eltűnősösdi. Igazából foci témában se tudtam nagyon mit mondani, mert nem nagyon volt mit. Most Gerard Bale megy Kínába, nem megy Kínába. Neymar 300 millió, de most már csak 180 milliót kér. Megy a vetyengés jobbra-balra. Most nem volt semmi olyan hír egyébként, amiről lehetne beszélni. Ugye a Fradinak a BL meccséről arról volt videó. Felveszem a szemüvegemet, mert ez kibassza a nap a szemem. Aztán mi volt még? Ja, hát meg most lesznek majd az Európa Liga meccsek. A visszavágók pontosabban. Én azt gondolom, hogy ma már, mert ma vannak azok a meccsek, tehát én nyilván ezt a videót később látjátok, de azok a meccsek azok ma lesznek, és hát én nekem van egy olyan érzésem egyébként, hogy hát egy csapat biztosan lesz, amelyik nem jut tovább, és ez a Debrecen lesz. Hát hogy a Honvédnak sikerül-e, az meg már megint más kérdés, szerintem a Vidi az össze fogja hozni. Az, hogy most ők félgőzzel, meg ez az amaz, ugye igen, ide írt a Censored World, hogy félgőzzel ment a Vidi. Hát jó van, de hazai pályán ettől függetlenül azért jobban kell teljesíteni. Tehát ma az, hogy idegenben mondjuk 3 óra nyert volna a videóton, vagy Ball Vidi, vagy Vidi FC, tökem tudja most éppen mi a nevük. Akkor azt lehet mondani, hogy persze idegenben rá lehet tűnni az eredményre, és hogyha még a 1-0-ra ki is kapnak, akkor sincsen komolyabb probléma, vagy ha csak 1-0-ra nyernek. De hát ugye 1-0-ra nyertek hazai pályán, aztán meg kiderül, hogy ez mennyire lesz elég. Én szerintem egyébként ettől függetlenül elég lesz. Na, most a metrópótlás miatt egyébként ide is csináltak buszsávot, mert csináltak olyan járatokat, buszjáratokat, amik csak reggel közlekednek, és de vadonatúj buszjárat, és egészen a, meddig megy? A határútig a Nagyvárad térig mennek ezek a buszok is. Most a Nagyvárad tér az elég zsúfolt lett az elmúlt hónapokban, mert ott áll meg a 200-as busz, ott áll meg ugye a metrópótló, tehát az a végállomása. Aztán mi áll még ott meg? 100-as? Nem, a 100-as az nem, a 200-as, a metrópótló. Ezek a buszok, meg még csináltak egy másik, a 194E express járat, vagy M, bocsánat, 194M, igen, az a metrós járat, az a metrópótlás miatt csinálták. Úgyhogy nyáron már azért nem olyan gázos most a forgalom, elkezdődtek ugye a szabadságolások. Úgyhogy rotációban szépen mennek el az emberek a városból, és érezhetően jó. Még így, hogy így fel, szét van turva minden, tehát most mondjuk most nem jártam az elmúlt napokban ott a Kornél felé, nem tudom, hogy most éppen hogy van ott napi szinten változhat a dolog. Most akkor ott ki merre, hogyan, vagy kit hogyan merre terelnek. Ilyen mercivel kéne dolgoznom egyébként, ilyen uras lenne. Egyszer vezettem ám egyébként ilyen Mercedes-t, ennél fullosabb Mercedes-t, ilyen kis buszt, kurva jó egyébként, csak hát most azon, hogyha tönkre megy valami, az katasztrófa. Tehát az felér egy kisebb csőddel,
meg igazából én azt mondom, hogy erre a célra, utasszállítós célra, persze, hogyha VIP meg prémium fuvarokat csinál az ember, az rendben van, de hát azért el tud kérni négyszer annyi pénzt, mint amennyit én elkérek egy fuvarért, de azt egyszerűen nem csinálnám. Én nem is tudnám hol tárolni az autót rendesen, mert egy ilyet már nem hagysz az utcán. Tehát ezt minimum garázsba teszed, vagy mondjuk nem is az, hogy garázsban, hanem mondjuk egy ilyen elzárt részre, ugye, ahol van kerítés, de mondjuk egy kertes házán, ott meg lehet oldani. Tehát nem. Nagyon jó, de maradok a Fordnál. Mondjuk ebből egy kicsit extrábbat már azért nézegettem. Tehát majd a következő autóm az valószínűleg ugyanúgy Ford lesz, de erről majd csinálok. Tényleg, ez most egy nagyon jó ötlet, erről csinálok majd egy külön videót. Kell lassítanunk 50-re, nem 47-re, mert inkább akkor így benyomjuk a tempomatot, és akkor szépen tartja. Szóval a közlekedésnél tartottam, majd mondom, ez az autós téma, ez majd még lesz. Későbbiekben majd erről csinálok egy külön videót. Szóval az autós téma, vagy közlekedős téma, érezhetően jobb a városban a közlekedés. Ami nagyon jó, az a hétvége. Tehát hétvégén ugye nagyon sokan még szabadságon vannak és elmentek Horvátországba, vagy akár egész hétre Balcsira, de embereknek nagyon nagy része hétvégén is elmegy a Balatonra. Mondjuk most hétvégén nem valószínű, mert már most mondják azt, hogy baromi szar idő lesz. Már milyen útvonalon visz ez? Akkora dugó van arra fele? Jaj, de finom lesz! Az király. Na, ott viszont be van állva minden arra fele, mint a Gerely. Király. Ugye elmennek az emberek a városból, és barom jó közlekedni egész hétvégén. Csak hát ugye ilyenkor mondjuk, ami meg negatívum, mondjuk felőlem aztán futkározhatnak meg ilyen biciklis felvonulások meg, és engem annyira nem szokott ez zavarni, nagyon ritka az, amikor én ilyenbe így belebotlok. De az olyankor például ugye leszokták zárni a rakpartot, meg ilyenkor ugye azt hiszem még van ez, hogy a Szabadsághíd is le van zárva, és akkor csak gyalogosok mehetnek, azt hiszem van. Azt hiszem ez még működik, vagy ez még megvan. Mert azt hallottam, csak azt, hogy mikor, arra nem, abban nem vagyok biztos. Szerintem errefelé még nem is hoztalak itt titeket. Azt mondja, itt menjek rá az Illatos útra. Jó hely, jó környék. A külső mester. A külső mester, azt majd látni fogjátok, hogy az egyébként egy nagyon jó kerülő útvonal is lehetne, de amúgy sajnos annyira nem az. Most már az elmúlt években annyira nem az, vagy nem. Tehát most már más, mert sokkal többen használják. És még milyen témáról szerettem volna, vagy mit szerettem volna? Ozora Fesztiválról szerintem külön ilyen videó nem lesz. Hát problémás utasok azért vannak, de itt igazából a legnagyobb probléma, mert most még ugye mindenki partizni megy. Tehát most még mindenki tök nyugodt, hogyha valami gebasz van, hogy figyelj, kicsit várnod kell, vagy most majd a következő busszal mész, meg ilyenek, oké, nem probléma, persze, tudok várni. Majd amikor onnan jön és indul a gépen, mert ezek általában róluk azt kell tudni, hogy tehát normális ember úgy vesz, vagy úgy foglal le mondjuk le egy ilyen transfert nálam, is általában úgy van, hogy időben kiérjünk a terminálra, tehát hogyha dugóba is keveredek, akkor is még időben kint van, be tud csekkolni rendesen. De itt ugye Ozor az több mint 100 kilométerre van Budapesttől, azt hiszem, hogy körülbelül lehet, hogy pont úgy 100 környékén van. Tehát, és itt egy turista busz, az jön 80-nal, 90-nel, na jó, talán egy kicsivel többel, és ott viszont bármi gebasz lehet, és nagyon sokan úgy foglalnak be, hogy mondjuk felszáll a buszra, ott lent Ozorán, és akkor neki 2,5 óra múlva indul a gépe. Na, most az út az körülbelül 2 óra, ha nem több. Tehát vannak ilyenek, és hogyha nem kapcsol időben, akkor viszont lekési a gépét. Úgyhogy ott viszont vannak ilyesmi problémák, vagy ilyen problémásabb esetek. Szerintem azt fogom csinálni, hogy még a külső mestert nem mutatom nektek, hogy a várig menjünk fel, az a baj, hogy szerintem a GoPro nem fogja bírni aksiügyileg, mert hát sajnos nem tudtam feltölteni. Jaj, ez nagyon komoly hely. Gyerekek, itt megszokott, tele szokott lenni vízzel egy nagy esőzés idején, semmi vízelvezetés nincsen, és ilyenkor le van zárva. Na most a legnagyobb probléma az,
hogy ez egy olyan útvonal, amit délután nagyon sokan használnak. Tehát volt már olyan, hogy erre akartam jönni hazafele, mert hát nagy ritkán, hogyha a városból jövök, akkor erre jó. De a Waze azt mondta, hogy baromira azt mondta a Waze, hogy ne erre jöjjek. Hát mondom, ez hülye. Hát csak azért is erre fogok jönni. Szóval ráközelítettem a térképen, hogy mégis miért nem akar erre vinni, és le volt zárva. Mert akkor volt valami nagy zuhé, még valamikor május végén. Úgyhogy... Ja, kifolytam a témákból, és az a baj, hogy kiszáradok, és semmi inni valót nem hoztam most magammal. Na, úgyhogy látjátok, na ez az a külső Mester utca, amit mondtam nektek, hogy itt valamiért dugót mutat előre, de ahhoz képest baromi jól haladunk, hát nem tudom, majd meglátjuk. Lehet, hogy egy kicsit majd itt beáll a forgalom, a lassacskán elérjük majd azt a részt, amire azt írta. De nagyon sokszor van, hogy mondjuk mi van most 10-25, valamikor ilyen reggel 8-as adatok, vagy 7-30-as adatok ragadnak be a Waze-be, és azt írja, hallod, hogy 9 km/h sebességgel tudsz itt közlekedni, mert akkor a dugó van, azt így végighajtasz. Aha, elvileg már itt kéne lennünk, elvileg itt dugónak kéne lennie, de nincs. Ma a végén lehet, hogy lesz valami. Az könnyen lehet. Aha, teljesen jól végigjövünk. Király, majd csak kerülnek inasba át a percek, amiket még spórolok, úgymond. Ja. Na, igazából úgy ennyi volt. Nem tudom egyébként, hogy még mit lehetne. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy csak az utat fogjátok majd nézni. Ha az nektek így megfelel, akkor csak, aha, igen. Azt meg tudjuk csinálni, igen, mert én a témából most teljesen kifogytam, és akkor az útnak a további részében meg lehet, hogy amilyen kis lágy dallamot alávágok, és akkor az utat így végig a várig. Na, ez mondjuk nem is rossz. Vagy timelapse-szerűen. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Vigyázzatok magatokra, srácok. Majd jelentkezem még. Valószínűleg pont Ozora Fesztiválon leszek, amikor ezt a videót ti látjátok, mert szerintem még holnap még itthon vagyok, és szerintem ezt holnap tudom majd megvágni. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
wasted time, let's waste some time together. Don't linger on the wasted time, don't waste your time no more. Don't worry about the wasted time, let's waste some time together. Shit.